Történelmi apróságok. Robin Hood utódai. Robin Hood legendás személyisége sok országban talált követőkre. A népi hős, aki a gazdagokat kirabolja, a szegényeket pedig támogatja, sok helyen népszerű volt a lakosság körében. Nézzünk erre néhány példát. Ned Kelly. Az egyik leghíresebb ausztrál bandita, aki egyike volt az utolsó úton állóknak a határvidéken. Kelly apja elítéltként került Ausztráliába, de nem sokkal a 6 hónapos börtönbüntetése után meghalt, és az anya egyedül maradt a 8 gyermekével. Ned, aki a 3. gyermek volt, de a legidősebb fiú, családfenntartói szerepbe kényszerült. Nem mindig a legtörvényesebb eszközöket használta, így már gyermekként 2-szer letartóztatták, majd egy lótolvajlás miatt 3 évig börtönben is ült. Kiszabadulása után egy helyi bandához csatlakozott, és hamarosan rendőrgyilkosság miatt keresték. Az ausztrál határvidékre menekült, majd amikor az anyját bebörtönözték, bosszút esküdött. Hamarosan bandát szervezett, és a legkeresettebb bandita lett, akinek tevékenysége Európára is kiterjedt. A lakosság támogatta, mert csak a gazdagokat támadta meg, de egy bandatag árulóvá vált, így utolérték, és egy tűzpárbajban az egész bandát lemészárolták. Ő maga súlyosan megsebesült, és már petíciókat írtak, tüntetéseket szerveztek miatta, végül kötél általi halálra ítélték, amelyet végre is hajtottak. Az utolsó szavai, ilyen az élet, szállóigévé váltak. Nakamura Hirokichi. Egy japán tolvaj és népi hős, aki a mai Tokióban élt, és a hős tetteire népdalokban, színházban, és a mai popkultúrában is emlékeznek. 10 évesen egy asztalos házába került tanoncnak, majd 6 év múlva hazatért, és mesteremberként dolgozott, de 25 évesen az apja elküldte, a viselkedése miatt. Ezután a szerencsejátékokkal foglalkozott, majd tolvaj lett. Több száz alkalommal osont be a szamuráj rezidenciákra, és összesen csak 2 alkalommal fogták el. A kihallgatásán 839 esetet ismert be, de nem mindenre emlékezett pontosan. 3 hónappal az elfogása után halálra ítélték, de előtte lóhoz kötözve körbehúzolták a városon. Ekkor már híresség volt, így igazi látványosság volt a megjelenése, amelyet persze ő maga is tett. Gyönyörű kimonót viselt, némi sminkkel, sőt, még rúst is használt. A felvonulás után aztán a Suzugamori kivégző helyen lefejezték, majd a fejét kitűzték egy karóra. Az eltemetése után zarándokok százai, talán ezrei törtek le egy darabkát a síremlékéről, így már többször is kopja felcseréltek. Pályafutása alatt rengeteg pénzt lapott, de a letartóztatásakor alig volt nála pénz, amely azt a legendát eredményezte, hogy a pénzét szétosztotta a szegények között. Az persze tény, hogy a halála előtt megtagadta a családját és elvált a feleségétől, így őket ezzel megmentette a büntetéstől, hiszen magányos tolvajként halt meg. Juraj Janosik. A leghíresebb szlovák betyár a népkörében legendává vált, és a népköltészettől a filmekig sok helyen találkozhatunk vele. Trencsén vármegyében született, és tököli bújdosói között nőtt fel, így már 18 évesen beállt II. Rákóczi Ferenc kurus seregébe. Néhány év múlva oszták fogságba esett, majd kényszersorozással osztrák katona lett. Később rabőrként szolgált, majd megismerkedett és zsivány kapitánnyal. Amikor a szülei megváltották a katonai szolgálat alól, akkor beállt a közben megszökött zsivány bandájába, és letette a zsivány esküt is. Hamarosan a zsiványok kapitánya lett, de nem vezérkedhetett sokáig, mert a liptói pandúrok elfogták és börtönbe vetették. A kínzások után a fosztogatás és a kurusz múlt miatt halálra ítélték, és 1713. március 13-án Liptószent Miklóson kivégezték. Egyes források szerint felakasztották, mások szerint azonban brutális kivégzése volt, amelyet a rablóbandák vezéreinek tartottak fenn.
Eszerint egy horoggal átszúrták a bal oldalát, és az akasztófára akasztották meghalni. Egy legenda szerint alkot ajánlottak neki, de ő maga ugrott a horogra, miközben azt kiáltotta, ha megsütöttél, akkor te is egyél meg. A halála után fél évszázaddal alakult ki a kultusza, mint a dac, az erő és az emberi igazságtalanság elleni ellenállás jelképe. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz föl!